Na, melyik ellen menjünk? Menjünk Airman ellen. Menjünk a ventilátor gyomor ellen. Na. Ittam egy kicsit. És apa kezdődik, tűt, hogy eltalál, úgy van. De hülye szarv mindig eltalál, mert nem ugrok Pixel Perfect széléről. Mi a tanulság? The motherfucking visor is ugrani, mint egy idiot. Oh. Yes. Gyerünk, hülye felhő platform, LOL. Gyerünk, következőt, úgy. Van egy hülye kérdésem, de ez tényleg hülye kérdés. Igen. Tegyem föl. Mit vegyél föl? Már tegyem föl a kérdést? Az volt a kérdés most. Hát, könyörgöm, okay. Igen. Hogy lehetnek nekem rajongóim? Most komolyan. Hogy a viharban ne? Pedig csak játszok. Semmi más sem csinálok. Az vagyok, így van. Honnan tudta Joe Dawson? Az ki? Jaj, mindegy. Szóval, hogy lehetnek nekem rajongóim? Most ezt fogom, ezt fogom kérdezgetni egyre lassabban, mint ahogy a Mega Man 5-ben az angol változatban. Hopp, elcsúsztam. Tehát, hogy lehet ilyen könnyű a boss, hogy milyen boss ez? Tehát, hogy lehetnek nekem rajongóim? Hogy eshettem ott le? De én meg igen. Tehát, hogy lehetnek nekem rajongóim? És már megint ugyanúgy csesztem el. Visor? Mondjad. Hogy lehetnek neked rajongóim? Nem tudom, azért tettem fel a kérdést. Hogy lehetnek nekem rajongóim? Talán videóid miatt? És? Ja, igen, ezért. És a videók miatt? Aha. Ugyan már. Ez az erővel mindenkinek van rajongója. Aki YouTube-ra rakott föl videót. Nem feltétlenül. Hogy lehetnek nekem rajongóim? Hopp, energia. Hogy lehetnek nekem rajongóim? De most ezt meddig fogod ismételgetni? Hogy lehetnek nekem rajongóim? Én is kérdeztem. De nem tudom a választ, azért teszem fel a kérdést. Hogy lehet... sem tudom a választ. Hogy lehetnek nekem rajongóim? Itt vagyok Airman ellen. Hogy lehetnek nekem rajongóim? Nem vagyok a barátod. Hogy lehetnek nekem rajongóim? Tényleg, ez már régen volt. Nem vagyok a barátod. Hogy lehetnek nekem rajongóim? Pazd meg, meghaltom. Látod, most elpontod a koncentrációdat. Nem érdekel, fegyvert váltok. Hogy lehetnek nekem rajongóim? Már megint meghaltam. Hogy lehetnek nekem rajongóim? No. Hogy lehetnek nekem rajongóim? Goddammit. Miért ugrod át? Ja, tudom, már ott kell maradni a szélén, de jó. Át kell szugrani. Hogy lehetnek nekem rajongóim? Te szemét. Hogy lehetnek nekem rajongóim? Most sikerülni fog. Ott marad a szélén. Ugorjál bele. Ennyi. Hogy lehetnek nekem rajongóim? Forog a pajzs. Hogy lehetnek nekem rajongóim? És azért még ott maradt a hangeffekt. Lol. Getik. Jé, adukárd is benne van. Getik with it, edge shooter. Mi? Hoppá, megint villog. Message from Dr. Light. Menjél kurvázni. No. Item 2... Miért no? Item 2 completed. Na. Meg vagyunk 6 pályával, Martin. Tényleg? Aha. Getik with item 2, nem lehet ezt elnyomni? És szeretett, hogy most hiányos a zene? Nincsen benne az az ütem, ez a... Tudod? No. Ha hallgass most egy kicsit? Hallgatom. Csak azért jegyezd meg. Jó, oké. Okay. Szégyezd meg, mert... Érdekes módon, mondom, hiányzik belőle az az ütem. És...
ez így furcsa volt. És akkor itt vagyunk Bubbleman pályáján, a hetedikken. Yeah! Úgy van, és most rángott be a játék, amikor nem kéne. TV2 meg én. TV2 meg a nagymami. Egy platform, két platform, három platform, négy platform, öt platform, mindez öt platform leesett, de I don't give a shit. Nem megyünk. De Martin, ennél kérdésem. Mondjad. 9? 9. Oké. Okay. És miért 4? De tényleg, ezt kérdezem én is, hogy miért 4? Hát nem tudom. Ezt a Capcom jobban tudja. Jaj, jönnek ezek a heringek, homárok, nem tudom mi ez. Egy hal szájából. Hopp, egy élet, adott egy életet. Yes, 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 yes. Hogy lehetnek nekem rajongóim? Most tényleg valaki válaszolja már meg. Tényleg semmi különöset nem csinálok. Csak adom magamat. Van akinek tetszik, van akinek meg nem. Uff. Senkinek sem ízve, senkinek sem lehet finom a nagyi főztje. Tényleg most hogy mondod azt a szót, hogy ízlik, úgyhogy ízlelhet, vagy ízhet? De most miről beszélsz? Tudod, van az a szó, hogy ízlik. Ízleni. Igen. Most ezt hogy mondod egyes szám harmadik személyben? Nem az, hogy ízlik, hanem így feltételes módban. Neki ízlik? Ízlelhet neki? Vagy te úgy mondod, hogy senkinek sem ízlelhet, vagy ízhet. Senkinek sem ízlik. Te feltételes módban mondjad. Tényleg, hát, Martin, ez ugyanaz. Feltételes módban is ugyanaz. Senkinek sem ízlik. Aha. De ez nem jó, mert ez nem feltételes mód. Tehát tényleg, Martin, most ezt... most találtam egy olyan szót magyarban, amit nem tudunk pontosan kimondani. Senkinek sem ízlene. Ízlene. Az se rossz. Tehát senkinek sem... De akkor... Senkinek sem ízlelhet, vagy ízhet, az nem tudom már kimondani. Tehát senkinek sem ízlene a nagyi főztje. Dönts okosan, kind habank. Tehát tényleg... Adom magamat. Lehet, hogy ezt tetszik a népnek, nem tudom. Egy rikorét? No. Képen lőlek. Képen lőlek. Ki leszel végezve, kocsog? Annyira jól esik. Nekem is annyira jól esne pár dolog, de nem mondom ki, hogy mi. Megöltem. Martin, 7 pálya megvan. 7. Egyszer volt, hol nem volt, vagy nem tudom, hogy van. Egyszer volt, hol nem volt, egy icipici házikó. La 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 la, icipici ágyikó. Hoppá, neki láttam énekelni. Flashment hagytam meg utolsónak, hát nem szállalmas? No. Miért no? Mert no. De miért no? Mert no. Hogy tudunk ezen összeveszni? Ezen összeveszni most? No. Hát akkor meg... Hát azért tettem fel a kérdést. Most legfelül megyek, ololol. Mert most megtehetem. No. Ilyen szánalmas boss ez, nem is tudom, hogy mit kéne itt csinálni. Enni kéne talán reggelit? No, ez már meg. Tényleg? Aha. Hogy? Mi? Mi? Miről beszél? Hogy már meg volt a reggeli? Hát... Fölvettem egy életet, mondjad? Ez... Hogy nem? Hogy lehet a paprika tévé? Te Martins, magyarázd meg, hogy lehet tévé a paprika? Mondom, hogy tölteni való. Ja... Nem vagyok hol. Van egy étel, hogy töltött paprika. És azért tévé? Igen. Jól van, Mizor. Erre most jöttem rá akkor. Köszi, Martin. Okosabb lettem egy intelligencia ponton. Okosabb lettem 4 évvel. Igen, megcsináltam. Köszi, Martin. Yeah. Megért. Hát ezt nem hiszem el, nem tudom megcsinálni ezt a boss-t. YouTube-on utána nézek.
Mondjuk, tehát kimondhatom azt, hogy most buta vagy a bosshoz. Aha. Buta vagy a bosshoz. Kivőlöm a szemedet! Hoppá, őrültek ki az én seggem. Gyerünk új fiú, mennyi eltankom van, Martin? Három. És fölveszem a, három. Fölveszem a negyediket. Ugrunk egyet, kettőt, hármat, négyet, ötöt, hatot, hetet, nyolcat. Kibombázom a falat. Most megnézem, hogy itt mi a francot kell csinálni. Egyél reggelit. Már meg volt, mondom. És? De ilyenkor nem reggelit szokás enni. Dehogy nem. Uzsonnát. Reggel 8-kor szoktam vacsorázni.